Szia! Most egy Fourth Street dalt fogok elmagyarázni. 10 éven át ez a címe a dalnak. Hát igazából lehet oktáv gyakorlatnak is tekinteni. Akkord szempontjából, ugyanis majd meglátjátok, hogy azért nem olyan sok akkord van ebbe. Ugye elkezdődik a verse. Már mutatom, hogy hova jövünk be. H, G, A, D, cis. Ez a 5 hang van a verzében egyenlőre. Dübben. Jön a refrén. Tisztán hallatszik a lüktetése. A ritmus. Ez is ilyen bluesos, sáfolószerű. Tehát, akkor mondjuk azt mondanám, hogy én itt fognám a hát. Itt a G-t, ugye lementem egy nagy tetszett, utána jön egy A. Ha valaki akarja, üresen is játszhatja. Aztán egy D, de alapból, hogyha így fogjuk meg a hangszert, ahogy most így tartom a hangszert, H, G, A, D, cisz, tehát minden újra azért jutna egy-egy hang. Tehát erre például az egyes új, kettes új, négyes és hármas. Tehát a klasszikus módszer ez lenne. De van, aki persze úgy játsz, hogy így is jó, tehát, hogy ezzel semmi probléma nincs, az a lényeg, hogy el tudjuk játszani lüktetéssel együtt. Meg hogy élvezzük. Hogyha ezt választjuk, akkor lehetne oktáv gyakorlat is. Tehát, hogy alapból azért ezt egy kicsit többet játszanám bele, mint amennyi van a dalba. A gyakorlásra is jó, szerintem. Tehát, akkor a verzét azt hiszem elmagyaráztam. Jó, és oktáv gyakorlatnál ugye most jelenleg úgy csináltam, hogy mutató hüvelyk, ugye? Mutató gyűrű is, bocs. De most azt fogom csinálni, hogy ugye, hogy hüvelykúj, és a mutató, vagy középső. Így viszonylag kevesebbet kell mozogni a jobb kezemnek. És így tovább, és így tovább. Tehát ez így technikai gyakorlatnak is lehet, jó vagy. Tehát azzal is megáll, csak hát ugye az már túl van játszva akkor a dal. A refrén majdnem ugyanaz, akkordilag, mint maga a verse. Hedvig, Géza, Aladár, Dénes, Cecil, az első sora. A második sora Hedvig, Géza, Aladár, és Hedvig a vége. Tehát Géza, ugye? Aladár, Dénes, Cis, Géza, Aladár, és Hedvig. Hedvig, Géza. Aladár. Jó, megint jön a verze, tehát ugyanaz lesz. Tehát a ritmikája. Én például a H-hoz egy A-t játszanék, ugye ez a szeptim hangja a H-nak. A G-hez egy fiszt, az a szeptim hangja.
az A-hoz meg egy G-t. Itt nem játszanék. Itt nem játszanék szeptimet, a D és a cishez. Tehát... középrészt akarjátok-e játszani, attól függ, milyen felállással csináljátok. De hogyha nyilván van is benne billentyű, a gitár, hát hogyha csak gitár, dob van, meg ének, hát nem tudom, hogy ez a rész, hogy él. Tehát ehhez muszáj a szinti. Ugye, hát ez fontos része. Úgyhogy most ezt a részt magyarázom el, hogy itt van két ütem ág. Két. 5, 7, 8, 2, 2, 3, A, 2, 3, D, cisz, G, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Aladár, Hedvig, 4, 5, 6, 7, Géza, Aladár, D, cisz, G, G, Fisz, 8. Refrén. Tehát igazából ezt a részt, ha kiveszitek, szerintem ez a lírai rész, úgymond, nem tudom, mert itt nem lesz sem szóló, semmi, tehát inkább ilyen érdekességként, meg az a fix hang az tök jó volt bele. Tehát van egy hánk, ugye akkor? Két ütem. Há. Géza. Aladár. D. Cisz. Géza. 4, 5, 6, 7, 8, Aladár, Hedvig jön, két ütem, 4, H, 2, H, itt már, 2, H, Géza, Aladár, D, D, cisz, cisz, G, 2, H, 4, 5, 6, 7, 8, Fisz, 2, H, 4, A, 2, H, 4, 5, 6, 7, és egy hára végzünk. Ugyanis valószínűleg H-mollban van a dal. Hogyha az akkordjait néznénk, H-moll szeptim, G-major szeptim, A-dur 7, a D-major szeptim, ez nem játszanám a szeptimet, csak a tercet, vagy a kvintet. Viszont a ciszhez nem illene a kvint, a tiszta kvint. Talán a sima G, ugye? De nem kockáztatok. Ezért terceket játszanék, mondjuk alkorban játszanám. Vagy hang közbe. Úgyhogy szerintem ez nincs, ez nem annyira nagy kívás hangilag. Persze el lehet játszogatni vele gyakorlás szempontjából. Köszi, ha meghallgattál, folytatom a következővel. Szia!